Fröcskös. Lakodalom Lajos énekel halkan egy vasutas táskájában. Ford Sierra-n megyek én a babámhoz. Fönt és lent dobog, csikorog, iparkodik a város, helyt és helyben. A mélyvasút behalad a sűrűbe, az ügyeseket magával ragadja, a többi rohanvást ácsorog tovább. A felszabadulás téren szállnak föl, a kisgyereken komikus sutáska, állarca, gonoszság, egy vonal a szája. Anya, mibe, hogy lecibálnám a fejét, ha lennének a metróban verebek, a minnek a hülye fröcskös fejét. Te csak jobb, ha maradjál, nehogy mindjárt én tépjem le a tiedét, vagy a bácsi. Hadar az asszony is, s néz, ahová a törődött lakók mind, maguk elé és sehova. A kisfiút körülbelül Csongornak hívják, szomorú kis név, névmanöken a bazmegek között. Most nagyon meg kéne a fejedet simogatni, te szomorú verébőt éves. Nem mintha a szeretet ilyen egyszerű volna, hanem mert ilyen nehéz. Vagyis munka, ha nem is trapa. Könnyen mondom ezt, hisz magamban. És elnézem őket, metrónézés, mandiner. A nő ugyanígy válaszol, a vállával, a homlokával, a lenőtt hajtövével, hogy ő tiszta ideg, és hogy rohadnának meg mind, és abszolút elege van a sok őrült dumából, és mit beszél bele mindenki, há? De később, asszonyom, mikor a tárca végén kijön majd a telefonfülkéből, később már ennyire sem merek magára nézni. Csak állok ott, mintha ott se lennék, a gyerektől is félig elfordulva. Kézen kapja, szájon legyinti, hogy legyen neve a nevelésnek, mit bámulnak, mondja majd a merev nyaka, mi a francot? Az élet? Na pláne, arra a legnehezebb ráérni. Nincs idő az időre, zár a közért, a kórház, zár ez az egész mocsány. Levethetetlen fagyas hétköznap a szeptemberi Budapesten, épp csak annyira hűvös, hogy fázna a nép keze, ha szőlőt szedne, diót. Kanálpenge vékony nő a fröcskös édesanyja, abban a feketében, ami akarom divat, ha akarom gyász. Poliklott. És csak relatíve fekete, szürke inkább, esett grau. Ha van még előttje és utánja, a főváros most munka után van, jön a lakosság az indigó alól, kezében szatyrok a sorsa, krumpli, csaptelep, gyerek. Tessék a biztonsági sávot szabadon hagyni. Hogy a tegnapja mindig máskor van, azt megszokta, hogy a holnapja örökké holnap van, azt is megszokta. Most szokja, hogy mája sincs. Hídavatás. Csongor, még egy ilyen impertinens kapálódzás is belédrúgok. Arany János utca. Ne kopozzod azt az ülést, mert a bácsi majd jó ráül a kezedre. A vasutas tompán mosolyog, mint aki nem is ül, dehogy is ül, úgy. Mint ha félni kéne, hogy az asszony fogja és tényleg ráülteti. Telefonálnék, akkor látom meg őket újra. Féltömött, félkülvárosi aluljáró, kül- és belföldről menekült koldusok, árusok, lakosok, eldurvult, megszokott underground KG este. A posta néhány rövid hónap után új készülékekkel lepte meg a közönséget, a sok büdös rongálót azt. Fekete páncélkeret, páncéltartály, jó okkal. Már egy hete, így még négy jó a tízből, ha vonalat nem is ad. Jár a vékony nő fülkéről fülkére, hát ha. Mindennapi játéktermeink. Béla? Nem, nagyon kérlek, ne tegyed le. Hallod? Mit, hogy későn? Tudod te, mi van itt? A gyereket erővel kellett lecibálnom a buszról. Ott játszott volna Kelenföldig valami mankóval, vagy mi a bánat. Mit, milyen mankó? Ja? Egy öreg faszíja, az nyújtogatta, ez a kis hülye meg lovagolt rajta. Na, mi? Nem. Nem ismerek semmiféle sárpilisit. Milyen ügyvédnő? Na pláne. A gyerek témát azt te csak hagyjad most már, jó? Hallod, Béla? Nem. Hogy? Katéterozzák, vagy mi a bánat? Mit tudom én, csupa víz a szíve? Mit, mi a hangon? Azt próbáld meg. Elegem van, abszolút elegem van az őrült dumádból. Nehogy merjed a csíkosat. Hallom, persze, egy sört.
Na-na, mi? Te, én most már tényleg kikaparom a szemedet. A kurva anyád, oh, pardon, azt cirkuszol. Majd pláne. Há? Hallod, Béla? Ott vagy, te hülye? Ne tedd le. Kérlek szépen, ne tedd le. Ne, kérlek. Remeg, szorítja a retikült, a szatyrot, a fröcskös jumbos zsekijét, az izzadt ketteseit. Az embernek már 5 hónap van, aztán mégiscsak úgy kicsúszik minden is elenged. Az állával, az orrával lapozza tovább a telefonos füzetét. Újabb számok, újabb kettesek. Csongor kint téblából a fülkesor előtt, izgál a kicsi membrán. Vonal nincs. Megérzi, hogy figyelem, rámnyitja az üvegajtót. Beszélgetünk, zavarban vagyunk a magunk módján. Szia, te fröcskös! Még egy ilyen kapálózás is beléd rúgok. Szia, kisfiú! Vigyázz, mert becsíped az ujjad. Majd mindjárt én becsípem a tiédét, és le is csípem. Aztán miért csípnéd le? Azért, hogy ne tudjál telefonálni. De hát látod, itt se tudok. Egy kicsit elhallgat, mancsolja, rúgdossa a koszos üveget, áll az ajtóban, nem néz rám, vigyázz, hogy ne jöjjön közel. Nézi az anyját, 2 fülkével arrébb hajladozik a szatyor, a jumbos Jackie. Fröcskös, fröcskös vagy. Úgy is, mint széjjel töröm a telefont. Miért tennéd? Anyukát se tud akkor telefonálni. Akkor is úgy is betöröm. Úgy is fröcskös vagy. És téged hogy hívnak, kisfiú? Nem hívnak úgy. Te vagy a fröcskös. Tisztára idegen van. Meg kell így bolondozni. Elegen van a sok őrű dumádból, maradjál már magadnak pláne. És mondd, miből van eleged? Mert belőled tisztára elegen van, és lelőled, mint egy kutyát. Így barátkozunk. Nem kiabál, unottan és vékonyan hadar, rutinból csikorgatja a fogát. Elnyúzott házasságokban beszélnek így. Gázcsapon túl. Békéltetőn innen. Uramisten, micsoda görcs ez, verépke, fiú papagáj. Almás Pitényi kezével néha pisztolyt formáz, és pattogtatja hozzá a nyelvét. Azt, ami szaggatott társalgásunkból kétségtelen, komikus is lehetne, az fölszívja nyomtalanul a közed, e tompa szürke, agresszív szivacs. Hát az meg mi a kezedben, kisfiú? Kréta? Azt próbáld meg. Úgy se veszed el, mert én akkor kilövöm a szemedet. Fogok egy nagy pisztolyt is összelocsantom. Ugyan már? Miért venném el? Sőt, ha lenne itt krétám, adnék egy csomó színeset is. Akkor azt meg én úgy is kitépném a kezedből. Pláne lefognálak és kitépném. De hát nem ismersz közelebb jönni. Hogy tépnéd ki akkor, fröcskös? Te vagy a nagy hülye fröcskös. Azt én kiszakítanám és rapityára törném. Na és mit rajzolnál a krétával, ha lenne itt egy nagy fehér falad? Most rám néz, hátralép a fülkeajtóból, aztán elmosolyodik. Egyszerre nagyon 5 éves, és nagyon szeretnivaló. Ürgét. És akkor azzal tényleg kikapartatnám a szemedet. Nem, ez nem csattanó. Beszélgetésünk azért szakadt félbe, mert Csongorné sehogy sem tudta elérni a sárpilisit, és az ő ügyvédnője is hol a francban, kilép a fülkéjéből, kézen kapja, szájon legyinti a gyereket. Nem hiszem, hogy hallotta volna beszélgetésünket. A háta, mint a fekete beton, ahogy húzza a fröcsköst maga után, és eltűnnek a mély vasút, itt már Kéreg bejáratában. 1853, az agya is tiszta ideg, meg kell itt pláne bolondulni, nem is érti, hogy már kint, mondjuk Káposztásmegyer 2, miért fakad egyszer csak sírva. Vékonyan sír a bezárt ABC előtt, ellenszenvesen. Rángatja markolásza a fröcskös krétás kezét. Ne haragudj, muszáj, muszáj. 2-5 éves az üvegen.